az Andrássy lányok története. A kiegyezés utáni első magyar miniszterelnök Andrássy Gyula unokái voltak. Ám, mint akkor mindenkin, rajtuk is átrohant a 20. század. Minden megtörtént velük, ami egy háborúban, forradalomban, diktatúrában megtörténhetett velük. Családi körben Iloncsi, Boly, Katus és Kája volt a becenevük a négy szép Andrássy lánynak. Anyakönyvezve pedig Ilona, Borbála, Katinka és Klára néven váltak híressé. A legismertebb Andrássy Katinka későbbi Károlyi Mihályné volt, de aztán megjelent Borbála kitelepítésben és az 56-os forradalomban írt naplója, majd pár éve Ilona levelei is. Mindegyik dokumentum hiteles képet ad a 20. század egyéni asszonyi sorsáról. A lányok édesanyja Zicsi Ella, azaz Eleonóra, akkor talán legszebb asszonya volt. Nem csak szépségével, hanem talpra esettségével, műveltségével kitűnt az akkori arisztokrata nők közül. Habár több visszaemlékezésben kitérnek arra, hogy a lányaival milyen hidegen, ridegen, távolságtartóan viselkedett. Betegesen féltette minden ártalomtól a lányait. A klasszikusok köteteiben áthúzta azokat a sorokat, amiket a nevelőnök nem olvashattak fel. Később összevarta a könyvekben azokat a lapokat, ahol bármilyen érzelmekről írt a szerző. Arról viszont rendelkezett, hogy a lányokat alul kell öltöztetni. Kesztyűt és harisnyát sosem láttak. Hogy erősödjön az immunrendszerük, egyfolytában fáztak. Jéghideg patakban futtatta őket, habár ez később jól jött nekik a börtön és a kitelepítés idején. A négy szép lány angol, francia, német nevelőnők oltalma alatt éltek, magas szintű irodalmi, történelmi, földrajzi, filozófiai nevelést kaptak. Tavasszal és nyáron a család tőketerebesi és tiszadobi kastélyokban időzött, de volt kastélyuk a budai Dunaparton és Erdélyben is. Iloncsi. Ha a születési sorrendet vesszük, essen szó elsőként Ilonáról, azaz Iloncsiról. 23 évesen kötött szerelmi házasságot Eszterházy Pállal, akivel a boldogabb években a Teszéri kastélyban éltek. Ilona baromfit tartott, sertés nevelt, de szívesen foglalkozott a kerttel, igazi gazdasszony volt. Mi volt számukra az igazi tragédia? Az, amikor sok-sok év elteltével sem érkezett meg a várva várt gyermekáldás. Mindenféle fájdalmas vizsgálatnak kitette magát Iloncsi, míg végül kiderült, hogy férje, Pál, a nemzőképtelen. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Pál szégyenében érzett vakmerőségében esett el 1915-ben, egy galíciai ütközetben. Iloncsi ezek után vöröskeresztes nővérnek állt. A háború borzalmai test közelből élte át. Nem kímélte magát. Ha kellett, vérzést csillapított, és végtagok amputálásában is segítkezett. Két év elteltével eldobta az özvegyi fátylat, és férjhez ment gróf Ciráki Józsefhez, akinek három fiút szült. Nem élhettek azonban sokáig a férje Dénes fai birtokán. A legidősebb fiú szintén háborúban esett el, a másik kettő emigrált. A háború után a dénesfai kastélyból kirakták, férje börtönbe került, ő pedig egy paraszt családnál nyomorgott. Egészen addig, míg fiai után nem emigrált Kanadába. Élete utolsó éveit egy idősek otthonában töltötte, megbomlott elmével, üldöztetéses tévképzetekkel, félelmetes állapotban. Külön érdekesség, hogy naplója könyvformában is megjelent. 1971-ben a dénesfai Ciráki kastélyon végzett tatarozási munkálatok során előkerültek a napló bejegyzései egy befalazott rekeszből. Boly. A legtöbb művészi érzéken megáldott Andrássy lány volt Borbála. Ő Pallavicsini György őrgróf felesége lett, négy gyermekük született. A legnagyobb fiának Szibériában nyoma veszett, a másik fia az új rendszerben, a rangon alul nősült, a Pallavicsini nevet pedig Pálinkásra változtatta, anyja nagy bánatára. Ám mégis nagy szerepet vállalt 56-ban. Mindszenti bíborost ő szállította Budapestre, amért 1957-ben kivégezték. Borbálát, azaz Boyt, ahogy a családban hívták, 1951-ben kitelepítették. Több mint két éven át egy egerekkel teli, alig fűthető kis kamrában élt az Alföldön, míg ebben az időszakban is naplót vezetett. Amikor Boly megkapta a kitelepítési végzést, saját maga volt kénytelen elégetni az édesanyja nagy becsben tartott írásait, családi levelezését és naplójának egy részét. Pontosan tudta, hogy milyen hatalmas értéket semmisít meg,
de nem engedhette, hogy az írások illetéktelen kezekbe kerüljenek. A sokat megélt asszony a forradalom végén utazott ki Tira lányához San Remóba, majd Ede fiához Kanadába. Ott is halt meg 1968-ban. Katinka. Saját elmondása szerint őt fiúnak várták, ezért lett ő a család lázadója. Nyughatatlan lélek volt, tele feltűnési vággyal. Talán ezért szeretett bele az apja politikai ellenfelébe, a 17 évvel idősebb Károly Mihályba. Szegény Mihály nagyon tehetségtelen politikus volt, de felesége mindig támogatta, gyermeki lelkesedéssel vette körül. Vörös grófnőnek is nevezték. Katinka nagyvilági életet élt, volt ő mindenre elszánt feminista, taxisofőr, manökken, cikkeket írt, találkozott Lenin özvegyével és Mrs. Roosevelttel is. Károly Mihály 1955-ben meghalt Franciaországban, felesége 7 évre rá hazahozatta a hamvait, majd 1963-ban hazatelepült, és a belvárosi Károlyi palotában kapott egy lakosztályt. Élete végén az atomháború és a környezetszennyezés fenyegetése foglalkoztatta. Franciaországban hunyt el 1985. június 12-én, 93 évesen. Kívánságai szerint hamvait magyar földben temették el. Klára. A legkisebb Andrássy lány sokak szerint a legszebb. Ő volt a legkonzervatívabb az összes gróf kisasszony közül. Feleségül ment Odeszkárki Károlyhoz, de a gyönyörű polgári esküvőt néhány év múlva válás követte. Egy fiúk született, Pál. Közben Kája, ahogy a család nevezte, politikai nézetei a kommunizmus felé sodródtak, belépett a cseh kommunista pártba is. Meggyőződéses antifasiszta lett, újságíróként akarta segíteni az ügyet. Bejárta a polgárháború Spanyolországot is. Őt közben a közvélemény rózsaszín grófnőnek nevezte, mivel a vörös grófnőnek a húga volt. Kája élete tragikusan gyorsan és hirtelen ért véget. 1941-ben Dubrovnikba utazott, ott betért egy postára, hogy megtáviratozza a családjának sikeres kiérkezését. Éppen akkor csapódott be a közelben egy bomba, aminek ő volt az egyetlen halálos áldozata. Mielőtt meghalt, mindkét lábát amputálni kellett, de így sem lehetett megmenteni. 43 éves volt. Köszönöm, hogy meghallgattad a 4 Andrássy lány történetét. Ha tetszett, lájkolj és iratkozz fel. Sziasztok!